Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Pädagoge des Jahres. Feierliche Preisverleihung in der Dienesch-Grundschule. Club Erbe. Deutschstämmige Bischöfe der Diözese Fünfkirchen. In Kascha begann man, Werte zu retten. Ehemalige Schulgebäude und Orgel der Kirche wurden erneuert. Rezeptbuch. In Kokrösch Rezeptsammlung aus traditionellen schwäbischen Gerichten zusammengestellt. Der Preis Pädagoge des Jahres wurde von der Sechsader Deutschen Selbstverwaltung im Jahre 2007 gegründet. Die Anerkennung können Pädagogen an einer Nationalitätenbildungseinrichtung der Stadt erhalten. Mit diesem Preis wird ihre Arbeit im Bereich Erziehung und Unterricht sowie ihre Tätigkeit für die Gemeinschaft und für die Bewahrung der Werte der Nationalität geehrt. Der bereits zum 15. Mal verliehene Preis ging dieses Jahr an Brigitta Wiegand, Nationalitätendeutschlehrer in der Sechsader Dienesch-Valeria-Grundschule. Du liegst mir am Herzen, du liegst mir im Sinn. Du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Mit Liedern und Gedichten beglückwünschten die Schüler ihre Deutschlehrerin Brigitta Wiegand, an die dieses Jahr der Preis Pädagoge des Jahres ging. Die feierliche Preisverleihung fand in der Bibliothek der Sechsader Dienesch-Valeria-Grundschule statt. Die Sechsader Deutsche Selbstverwaltung hat diese Auszeichnung Pädagoge des Jahres im Jahre 2007 gegründet. Und seitdem werden deutschsprachige oder Nationalitätenpädagogen, die in ihren Laufbahn Hervorragendes erreicht haben, beehrt. Also für unsere Selbstverwaltung ist es wichtig, dass diese Institutionen, die deutsche Sprache unterrichten und Erziehung auch machen, unterstützen und helfen. Der Preis wurde dieses Jahr von der Deutschen Selbstverwaltung an Brigitta Wiegand, deutsche Nationalitätenlehrerin der Grundschule Dienesch verliehen, als Anerkennung für ihre ausgezeichnete pädagogische Arbeit sowie für ihre Tätigkeit im Interesse der Gemeinschaft und Bewahrung der ungarndeutschen Werte. Meine Eltern sind auch Lehrer. Meine Mutter ist eine Deutschlehrerin und ich wollte schon mit 6 Jahren Lehrerin sein. Ich war oft in der Schule, im Gebäude und dort habe ich dieses Milieu gespürt und erlebt und das hat mir sehr gefallen und dann war das Ziel, Lehrer zu werden. Und die deutsche Sprache ist für mich auch sehr wichtig. Ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie und die Traditionen und die Bräuche sind mein Alltag sogar und das wollte ich dann weitergeben. Das war für mich eine große Überraschung, weil ich das nicht gewusst habe. Aber das ist auch eine große Ehre für mich, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und das gibt mir jetzt Kraft, wieder etwas Neues machen und wieder alles weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Also ich bin sehr dankbar dafür. Ein guter Lehrer wirkt aus dem Herzen, meiner Meinung nach. Und ich könnte auch die 3L Long Life Learning sagen, das ist auch wahr und wichtig, aber ich würde lieber die 3 Worte sagen, Leben, Lieben und Lachen. Oder bei mir ist die Volkskunde eine echte Zeitreise, weil die Kinder in der Stunde die früheren Ereignisse und die früheren Traditionen erleben können. Und deswegen sage ich erleben können, weil ich sie nicht lehren möchte, sondern ich möchte alles beibringen, was für mich das Ungarndeutschtum bedeutet. Also diese Gefühle, diese Impulse, den Tanz, die Musik,
die Speisen sogar, die mich berühren. Und ja, das versuche ich. Wir sind sehr stolz, dass unsere Kollegin Brigitta diesen Preis bekommen hat. Aber ehrlich gesagt, sie ist schon die fünfte in unserer Schule. Und ich freue mich sehr, denn das bedeutet, das ist eigentlich eine Bestätigung für uns, dass wir das gut machen und dass wir auf dem richtigen Weg sind. In jeder Familie oder fast in jeder Familie gibt es deutsche Verfahren und sie sprechen noch vielleicht Deutsch, die Großeltern mindestens, die Eltern nicht besonders mehr, aber für sie ist es wichtig, dass die Kinder über die Geschichte und über die Traditionen der Ungarndeutschen mindestens in der Schule etwas hören. Ja, ich lerne sehr gern Deutsch. Sie hat mich in der dritten Klasse noch gelehrt. Freiwillige aus Deutschland, Sophie Rust, ist seit Oktober an der Dienisch-Grundschule tätig. Das Sprachniveau in der Oberstufe hält sie für sehr gut. Die Begeisterung und Lernwilligkeit der Unterstufenschüler kann sie nur bewundern. Sehr schöne Sache, einfach weil es halt dann zum Beispiel jetzt Brigi, ich bin bei ihr auch manchmal in Klassen mit dabei und ich finde auch wirklich, dass sie sehr, sehr engagiert und sie wirklich toll mit den Kindern auch umgeht. Und es motiviert ja dann auch sie weiter und auch die anderen, wenn so ein Preis immer verliehen wird. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Brigitta Wiegand wird nächstes Jahr wieder bei den Erstklässlern beginnen, um ihnen die Sprache und Traditionen der Nationalität näher zu bringen. Sowohl im Mittelalter als auch in der Neuzeit oder im 20. Jahrhundert standen deutschstämmige Bischöfe an der Spitze der Diözese Fünfkirchen. Zu diesem Thema wurde vom Diakon und Historiker Dr. Josef Schümegi ein Vortrag in Organisierung des Clubs Erbe des Fünfkirchner Deutschen Kreises gehalten. Aus der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts hat er drei Hauptpastore hervorgehoben, die selber aus dem Kreis des Ungarndeutschtums stammen. Sie sind Ferenc Virág, Josef Cserháti und Mihály Mayer. Letzterer als Hauptpastor der Wende konnte nach den Jahren der kommunistischen Diktatur mit dem Neuaufbau beginnen, womit er die Grundlagen der heutigen Diözese Fünfkirchen schuf. A Pécsi Németkör örökségklubjának keretében dr. Schümegi József diakónus történész, a bátai Szentvérkegyhely őre, a Pécsi Egyházmegye német származású püspökei címmel tartott előadást a Magtár Látogatóközpont Belon termében. A Pécsi Egyházmegye ezer éves története során ugyanis nem csak magyar, hanem számos német származású főpásztor is állt az egyházmegye élén. Ez nem csak az újkorra igaz, hanem igaz a középkorra is, hiszen Pécsnek az első püspöke is külföldi volt, Bonipert, és a középkorban pedig épp a magyar királyoknak a diplomáciai tevékenysége kapcsán az érdekkörében nagyon sok olyan püspök került, akiket a Pécsi Egyházmegye élére állítottak az uralkodók. Ezek közül kiemelném például Koppenbáki Vilmost, aki az egyetemnek az alapítója volt, vagy például az albenieket, akik közül János és Henrik is püspök volt ebből a családból, vagy a 15. század végén Ernst Zsigmond, akik kancellárok, illetve kincstartók voltak az uralkodó környezetében, és így kerültek a pécsi püspöki székbe. Más a helyzet az újkorban, tehát a török utáni időszakban, ahol a 18. század első felében, a török utáni visszahódítás időszakában nagyon jelentős püspöke volt Pécsnek Nesselrode Ferenc, aki katonai pályán kezdte ugyan, de Pécsnek ő lett a török utáni második püspöke, illetve nagyon fontos a 20. század története, amelyben három olyan német származású püspök is van, akik már a magyarországi németségnek a köréből származtak. Ugye Virág Ferenc, Cserháti József és Mayer Mihály is ebből a körből származott. Dr. Schümegi József ezt követően kifejtette, hogy a 18. században az egyházmegye sok nemzetiségű lett. Volt olyan püspök, aki hivatalának elfoglalása után azért tanult meg németül és horvátul, hogy az itt élő kisebbségek híveihez az anyanyelvükön szólhasson. Ilyen volt például Szepesi Ignác.
Én azt gondolom, hogy vitték tovább a püspökségnek azt a fajta elhivatottságát és feladatát, amely minden püspöknek egyben feladata. Tehát, hogy pásztor, hogy tanító, hogy egyben a vallási életnek az irányítója. Emellett természetesen az egyházmegyénk, főleg a török utáni időszakban ugye sok nemzetiségű lett. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem csak a német püspökök szólhattak saját nyelvükön a saját híveikhez, hanem ez nagyon fontos volt, én úgy látom, a magyar származású püspökök esetében is, hiszen volt olyan püspök, aki amikor a püspökség élére került, azért tanult meg németül és horvátul, hogy az itt élő híveihez az anyanyelvén tudjon szólni. Ilyen volt például a Szepesi Ignác püspök. A 20. század történetéből három olyan főpásztort emelt ki Sümegi József, akik maguk is a magyarországi németség köréből származnak. Virág Ferenc püspök időszakából talán azt emelném ki, hogy ő egy átmenet a két világháború közti katolikus felvirágzás és a kommunista diktatúrának a nehéz évei időszakában is, hiszen a püspökség ideje átíveli ezt, hiszen ő még megérte 1956-os forradalmat is. Cserháti püspök úrnak az időszaka az talán a Kádár korszaknak a jellegzetes egyházpolitikájának a nyomait viseli magán, és hát Mayer Mihálynak pedig megadatott az, hogy a rendszerváltásnak a püspöke lehetett, és a kommunista diktatúra évei után ő tudta újjáépíteni, vagy újjáformálni azt az egyházmegyét, talán arra a képre, amilyen most is a pécsi egyházmegye, hiszen ennek az alapjait mindenképpen az ő tevékenysége alapozta meg. A Pécsi Németkör örökségklubjának rendezvényein részt vesz László Judit is, akinek az édesapja írta az országban az első könyvet a németség meghurcoltatásáról, és aki Mayer Mihály korábbi püspöktől Szitovszki díjat vehetett át. Édesapám 26 könyvszerzője, ismerte ember volt, igazság szerint újságíró, író, és mivel az ember és a szakmai, irodalmi életútját azért preferálták, hála Isten, ha utólag is, és az köztudott volt róla, hogy a nehéz időkben is megvallotta hitét, és ez jellemezte mind az emberi, mind az irodalmi munkásságát. Ő szerkesztette az úgynevezett vasárnapi nagyműsorokat, ökumenikus műsorokat, Kapocs címen, és megszólaltatott minden felekezetből prominens személyeket, és egyúttal olyan irodalmi attitűdbe ágyazta az emberi sorsokat, megvilágítva, hogy irodalmi rangra emelte, amire én nagyon büszke vagyok, és hát eljött az az idő, amikor ezt a püspökatya, Mayer Mihály püspökatya is elismerte olyan módon, hogy megköszönte, mert ugye ez nem csak irodalmilag értékes dolog, hanem az egyházi szempontból is, illetve megerősítette azt, hogy vannak ilyen emberek, akik ebben is maradandót tudnak alkotni. Ennek így manifesztálódott ez a Szitovszki díjban 2009-ben, amit készhez vehetett, és én nagyon örülök ennek így utólag, mert hát édesapám már sajnos jó néhány évvel ezelőtt elhunyt. Der Deutsche Verein für Kascha erwarb eine Förderung im Werte von 500.000 Forint, das ehemalige Schulgebäude neu zu streichen. Das Gebäude beherbergt zurzeit die Bibliothek und das Telehaus. An Wochenenden werden hier Fachzirkel für Handwerktätigkeiten veranstaltet. Am Gebäude wurden mehrere Sanierungen aus eigener Kraft durchgeführt. Der Deutsche Verein für Kascha und die Deutsche Selbstverwaltung Kascha planen weitere Rettungsarbeiten in der Kirche und ihrer Umgebung. Nem csak az udvar, hanem az egykori iskolaépület belső terei is megújultak a Kiskassáért Német Egyesületnek köszönhetően a közelmúltban.
Az ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonában van, és itt kapott helyet a német önkormányzat is. A leromlott állapotú épület felújítására a magyar államon keresztül a Bethlen Gábor alapkezelőtől nyert 500 ezer forintot az egyesület. Ez valamikor az iskola épülete volt, Kiskosán ugye volt iskola, és ez az egyik nagy terem volt az iskolában. A másik felén is volt ilyen, itt volt a tanítói lakás is, ugye az a másik oldalon volt. Tehát valamikor Kiskassának egy nagyon jó iskolája volt, nagyon jó tanárokkal, legalábbis a visszaemlékezők, ugye az idősebbek mondták, hogy igen, ez a tanítóbácsi, az a tanítónéni. Tehát sajnálatos, hogy annak idején a 60-as években megszüntették a kisiskolákat. Az épületet egy helyi mesterember festette ki olyanra, mintha egy kastély belső lenne. A felújítás során törekedtek arra, hogy az eredeti állapotot állítsák vissza. A festés után először a padozat és a géppark újult meg, novemberre pedig felújították a közösségi helyiségek ablakait, szintén Magyarország kormányának támogatásával, a nemzetiségi beruházás keretein belül. A réginek megfelelően, tehát hogy megmaradjon a könyvtárrész, legyen egy ilyen kis klubfoglalkozásra alkalmas kis sarok is. A gyerekeknek, a kisebbeknek ugye székek, kisasztal, ahol a kézműves foglalkozást lehet velük csinálni. És hát a számítógépeknél ugye ott a nagyobbak szoktak jobbára, tehát megpróbáltuk egy ilyen mindenfélének visszaállítani, ahogy volt is korábban, meg hát ahogy a gyerekek érdeklődnek, vagy a felnőttek kívánsága szerint, tehát egy kicsit ugye a falut interjúvoltuk meg, hogy mit szeretnének, mi legyen, mire van szükség, azt szerint rendeztük újból be. A gyerekek délutánonként és hétvégenként szívesen látogatják az intézményt. Hát tulajdonképpen ez egy közösségi szintér itt a faluban, tehát nem csak teleház, nem csak német klub, nem csak klubkönyvtár, hanem a kézműves foglalkoztató is itt zajlik, ahol óvodáskorú meg általános iskolás alsós gyerekek különböző dolgokat csinálnak, azért vannak itt ilyen kis székek, meg kis asztalkánk, és ilyen különböző kis az ő korosztályuknak megfelelő dolgokat próbálunk velük csinálni. A Kiskassáért Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat további múltmentést is tervez a templomban és környékén. Szerintem a környék egyik legszebb temploma. Nem csak azért, mert a miénk, hanem azért sok helyre el szoktam menni, és hát mindig utána megcsodálom a miénkét. Ráférne a renoválás a falfestményekre is, az oltárképre is, de hát ehhez nagyon sok pénz kell. Ez mint régen, ugye a falu lakossága összeadta a pénzt, de ez ma már nem megy. Most várjuk, hogy talán lesz olyan pályázat, amikor több milliót tudunk nyerni ahhoz, hogy ezt újra renováltathassuk. És akkor az orgonánk, ami szintén ebben az évben újra hangoltattuk, megtisztítottuk, gyönyörűen szól, és búcsúkor egy orgonaművészt hívtunk, aki megszólaltatta, és azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes orgona, és ha hozzájárulunk, ő nagyon szívesen készítene itt felvételt. Persze örültünk neki, és mondtuk, hogy nagyon szívesen látjuk, hogy reméljük is, hogy készül egyszer egy olyan felvétel, ami a mi orgonánk. Közvetíti. Traditionelle schwäbische Gerichte gerieten in das Rezeptbuch, das mit Unterstützung des deutschen Vereins Kokrisch erschienen ist. Frau Andrea Schneretti bereitete die Speisen des Rezeptbuches aufgrund der Rezepte ihrer Großeltern zu. Mit der Publikation hatte man das Ziel, dass die Elemente der traditionellen schwäbischen Gastronomie nicht in Vergessenheit geraten. Számos módja van a nemzetiségi kultúra tovább örökítésének. Lehet kézimunkázni, táncolni, énekelni, kézműveskedni, és lehet, ahogy a kakasdi példa mutatja, főzni. A népi ételek étlapon tartása a házi konyhában legalább olyan fontossággal bír, mint egy tánckoreográfia elsajátítása. Ez a gondolat vezérelte Réti Andrásnét a hagyományos sváb ízek összegyűjtésében.
tervezgettem, hogy szeretném megörökíteni a nagyszüleim által, sváb nagyszüleim által ismert ételeket, ami már egy kicsit feledésbe merült. Én vegyes házasságból származom, de sokkal több időt töltöttem a sváb nagyszüleimmel, sokkal többet segédkeztem nekik, kíváncsi voltam gyermekként is, már akkor is érdekelt, és vártam, hogy meglegyenek a finomságok. És nem tudom, hogy hogy csinálták, de bármikor mentek hozzájuk az unokák, mindig volt valami kis meglepi. És mindig volt valami a szekrényben, pedig körülöttük voltunk vagy 10 unoka. Régebben én is többször készítettem, egy ideje viszont nem készítettem a sváb ételeket. Hanem amikor jött a gondolat, hogy ezt én szeretném megvalósítani, akkor megint elkezdtem ezeket az ételeket elkészíteni és felidézni azokat az ízeket. A férjem az székely származású, de hát minden ételt végigkóstolt, mert ő ismerte a nagyszüleimtől ezeket az ételeket, és ő ebben nekem nagyon partner volt, hogy nem csak hogy az elkészítésben, de elkészítettem, megkóstoltuk, az-e az az íz, lefotóztam, tehát nagyon sok munka volt ez, amire ez a kis könyv összeállt. A sváb konyha alapvetően egyszerű, mondja a szerző, hiszen olyan nyersanyagokat használ, ami a háztartásokban megtalálható volt. Mégis olyan ízeket tudnak előcsalogatni, amelyekre jó érzéssel emlékeznek vissza. Nagyon szeretnénk átadni, de sajnos a fiatalok, a gyerekek nagyon nehezen bevonhatóak. Most ugyan a vírus helyzet miatt elmaradt úgy, hogy a gyerekeket bevonva a mézes kalács sütés, de Márton napon, Húsvétkor, Adventba próbálunk valami olyan ételt bevinni. A gyerekek mindig nagyon örülnek, mindig nagyon megígérik, hogy jövünk, és akkor, mikor arra kerül a sor, hogy jönnének, akkor nem jönnek. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat. Ezt el kellene többször készíteni. Úgy gondolom, hogy ez a szülőknek egy kicsit a felelőssége, vagy akár nekem is, nekünk is, hogy mindannyiunknak, hogy akkor vegyük elő azokat az egyszerű, nagyon jó ízű ételeket, és szeretessük meg velük. Úgyhogy a gyerek kívánja. Ennek érdekében a Német Egyesület ünnepein és nagyobb létszámú összejövetelein ezek az ételek kerülnek az asztalra. A kakasdi németek a vírus járvány ellenére mozgalmas évet zártak, több kezdeményezésük is volt, táncházat, kézműves szakkört indítottak. A kézműves foglalkozásokon horgoltunk, pacskerokat kötöttünk. Ezt jövő évben folytatni szeretnénk, ezt a pacskerkötést. A Nemzetiségi Napon ott bebizonyosodott, hogy végül is, hogyha össze kell fogni, akkor az Egyesület tagjai tényleg teljesen mértékben oda teszik magukat, és nagyon nagy az összefogás. Hát én itt a faluban azt veszem észre, hogy annyira nem. A fiatalokat nagyon nehéz bevonni. A gyerekek azok még csak-csak az óvodába, az iskolába, amikor voltunk kézműves foglalkozásokat tartani nekik, akkor azért érdeklődtek, tetszett nekik, de szerintem, hogyha hazamennek, akkor ez minden felejtés. Éppen ennek a folyamatnak vethetnek gátat ezek a kezdeményezések, mint ez a most megjelent receptes könyv, amely visszalophatja a mindennapokba az ősi kultúrát. Pálfiné Nácsa Mónika elnök azt is elmondta, Kakasd több nemzetiségű település, melyben már megszámlálhatatlanok a vegyes házasságok, és a létrejött családokban pont úgy jelen vannak a székely, mint a sváb szokások maradékai. Ennek megfelelően ez a könyv is gazdagíthatja a kakasdi teljes kulturális örökséget. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.